kifejeztük, nem térünk Orbán Viktor illiberális államából és keleti nyitási politikájából. Azért vagyunk itt, mert szerintünk tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Azért vagyunk itt, mert szerintünk a civil szervezetek nem idegen ügynökök. Miért nem szeretek Putyinban? Ez az, hogy egy olyan demokráciát képvisel, ami igazából nem működik, nem működőképes demokrácia. Hozzányúlsz az alappilléreinek a demokráciához, akkor megölted. Főként most az ukrán, illetve az orosz agresszió agresszív magatartása. Ezt szeretném. Legyen jövője a gyerekeim azért, hogy... Az illiberális demokrácia, amit a Minimi alias Orbán is csinál, ez teljesen értelmetlen. Hogyha nem csak a többség ura, van a kisebbségnek is jogai. Orbán takarod! Orbán takarod! Annyira mérhetetlenül pofátlanság egy egész országot eladósítani. Egy háború háttérirányításából hasznot húzó államfőt vendégül látni. Ukrajna túloldalán jelenleg, és közben pénzt adni nekik, hát ez eléggé felháborító. Orbán Viktor kezet fog majd, és mosolyogni fog a kamerákba, miközben annak az embernek rázza majd a kezét, annak a véres kezű, háborús uszítónak rázza a kezét, aki, mivel senki más nem tett többet az elnyomásért Oroszországban, a leszbikus, a meleg, a biszexuális és transznemű emberek ellen, az újságírók ellen, akinek újságírók tucatjainak a halála száll a kezén, annak az embernek, akiről pontosan tudjuk, hogy hogyan rabolta szét magát. A Putyinnál a Oroszországban a tüntetéseken megtörténet az, hogy szétverik a tüntetőket. Mutassuk, hogy itt gondolunk. Mi minden tüntetésen ott vagyunk. 2018-ig kibírnál Magyarország anélkül, hogy a gázszerződést megkösse, hiszen még van annyi gáz, amiért fizettünk. Én a leginkább, hát az atomerőmű építése miatt. Paks 2 a szabadságot akarja eltiporni, függőséget teremt és kiszolgáltatottságot. Aki hisz a szabadságban, nem akarhatja, hogy Magyarországon ez az orosz atomerőmű felépüljön. Akkor a költségbe verték az országot, nekünk kell majd fizetni az adósságot. Mit fogunk csinálni az atom hulladékkal? Hát hova rakjuk? Hatalmas korrupciós kockázata van, amit tömérdek közpénzt emésztene fel, és eltűnésével járna, amit sokkal, de sokkal hasznosabb dolgokra is költhetne a magyar állam. Van igazolványaim is 56-ról. Részt vettem benne. Forradalom. És most mit szól ahhoz, hogy Putyin megkoszorúzza azt az emlékművet, ami majd így a 56 leverésének állít emléket, szovjet szempontból? Nem tudom. Ideje már bocsánatot kérni 56-é. Azt soha nem gondoltam volna, hogy Orbán Viktorral szemben nekem kell 56 becsületét megvédenem, amikor azt látjuk a mai napon, hogy a Fiumei úti sírkertben olyan feliratokat applikálnak, hogy dicsőség a szovjet hősöknek, akik az ellenforradalmi harcokban leverték az ellenforradalmat! Hát például most ez az ukrán dolog, ez leginkább ez baszott fel. Это ужасно понимать, что каждый может стать целью. И что это нормально, что люди из так называемой самообороны могут прийти к любому. И особенно если ты активист, журналист или даже профессор в университете. Hát az igazság szerint vonjon vissza a katonáit. Én ezt mondok. Ki? Poroshenko. No, the Russian people told anything. Who lived there, Donbass? С чем нам стрелять по своим? У меня три друга Jó kérdés. Сейчас призвали в армию. Это хорошая Akkor is Orbán Viktor nem fogsz tudni annyi pénzt lopni tőlünk, hogy valaha magadnak újra be
becsületet vegyél, mert azt te holnap el fogod játszani. És becstelen emberként kell életed végéig tovább élned, és ez senki nem mossa le többé rólad.